Korábban a helyi futballklub üzemeltette a nyírbátori sportközpontot, azonban miután az NB3-as csapat megszűnt, az önkormányzat vette át a sportteleppel kapcsolatos tennivalókat. Egy uniós pályázatnak és saját forrásnak köszönhetően mintegy 70 millió forintot fordított arra a város, hogy komfortosabbá tegye a létesítményt. A salakpálya felújításával, a kondipark, játszótér és extrém sportpálya építésével azonban nem ért véget a felújítás. Szeretnénk mindenképpen egy igazi edzőközpontot és sportközpontot kialakítani. Ebből a szempontból fontos, hogy a meglévő szálláshelyeket felújítsuk, rendbe tegyük, valamint fontosnak tartjuk egyfelől, hogy a meglévő focipálya mellett egy másik edző műfüves pályát is, vagy rendes füves pályát is kialakítsunk, és a 8 évvel ezelőtt épült műfüves pályákat is rendbe szeretnénk tenni, hogy minél inkább használhassák a fiatalok. Aztán természetesen egyéb funkciók is felmerültek itt a beruházás során, szeretnénk különböző egyéb sportágakat is becsempészni még a sporttelepre. Valószínűleg itt a salak használata kapcsán felmerült már a teniszpályának a kialakítása, és meglátjuk, hogy milyen egyéb igények merülnek még fel. A konditermet rendbe tettük, és szeretnénk egy olyan igényes környezetet kialakítani, ahol minden mozogni vágyó fiatal és idős ember is megtalálja számára megfelelő lehetőségeket. A civilben állatorvosként dolgozó Szabó Sándor ultrafutóként szervezi a futóversenyeket Nyírbátorban. Már nagyon jó kis sportéletünk van. Nyírbátori Futók Köre egyesületünk már megalakult 4 éve. Eleinte évente 2 rendezvényünk volt, de most már ott tartunk, hogy 4 rendezvényt bonyolítunk minden évben, és szép számú résztvevőnk van úgy a megyéből, meg a szomszédos megyékből is. A nyírbátori fiatalok egy 800 méteres futóversennyel fel is avatták a felújított salakpályát, az extrém sportpályán pedig triálosok trükkjeinek tapsolhattak az érdeklődők.